Köszöntöm hát tehát dr. Raffay Ernő történészt, Szakács Árpád könyvkiadót, Bukics Ferenc alezredes urat, vagy hát bocsánat, most inkább civilben legyen a Magyarok Országos Gyűlése főszervezője, a Baranta Mozgalom alapítója, és sorolhatnánk még azt a sokszor szép nemzeti missziót, amit elindított. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk, és a beszélgetés levezetője pedig dr. Kőrösi Mária, egyetemi docens. Fogadják őket szeretettel! Tisztelettel köszönöm előtt kedves bemutatását, felvezetését, és már is szeretném a két minőséget hangsúlyozni, hogy miért vagyunk mi itt, milyen lelkülettel, egyrészt végtelen tisztelettel önök felé, nemzetünk polgárai felé, akik kíváncsiak ránk és együttműködésre is. Úgy tűnik, hogy kezet fognak velünk. A nemzet, a haza, a Kárpát-medence és a határon túl élő honfitársaink segítése, partnerük ezelő érdekében is. Mindenképpen szeretném kihangsúlyozni azt a szeretetet, ami nélkül élet nincs. Ez a szeretet egyövé kell, hogy bennünket ötvözzön. Mindegy, hogy ki hol áll a maga területén, a feladatok meg vannak osztva, a felelősség azonban mindannyiunk a miénké. Beszéltünk itt a bevezetésben a Fekete Gyula Szabad Egyetem szó szerint létrehozásáról, céljairól, és aki eddig látogatta ezt az egyetemet, érzi azt, hogy mindenki, aki itt felszólal, vagy együtt van, feladatra orientált ember, nemzet érdekében, hangsúlyozom, ki maga a szakmai területén. A magam területe döntően Grófteleki Pál, a geográfus Grófteleki Pál politikai földrajzi megállapításai, amelyeket hosszú ideig nem tanítottak, most már azért bekerült a felsőoktatásban, ennélkül az állam területén döntés nem igazából születhet ennek a mentalitásnak, ennek a tudásnak a hiányában. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm ismételte Raffay Ernő kedves kollégámat, küzdőtársat, történészt, publicistát, nem is tudom már mit mondjak még, nemzetmentő embert tisztelettel köszönöm, hisz évtizedek óta ez életének fő-fő programja, és szeretettel köszöntöm a Lovas István kuratórium első alkalommal a díjat megkapó Szakács Árpád urat, akit most különösen úgy is köszöntök, mint a Kárpátia kiadónak vezetőjét. Neki köszönhetjük, hogy sok-sok könyv és a legutóbbi könyve Raffay Ernő úrnak szintén megjelenhetett. És természetesen tisztelettel köszöntöm Bukics Ferenc urat, a lezredes urat. Szívből remélem, hogy mindaz a témakör, ami bennünket, magyarokat, itthon és a világban kitekintően érdekel, és a lakosainkat is érdekel, helyes, igaz információk igényével, mind hármuk erről beszámol. Azonban már is elnézést kell kérnem önöktől, és mindannyiunkat egy kicsit meg kell zabályozni, hogy meddig beszélünk, mert alig 58 perc áll a rendelkezésre, nagyon záros a program. Én már is megkérem Raffay Ernő urat, hogy legújabb könyvéről is néhány szót említsen, de említsen az 1990-ben megjelent Trianon Titkai című könyvéről, tehát Trianon titkai, mert ez 1990 óta a mai legújabb könyvéért. Nagyon szeretném, hogyha erről ő pár gondolatot elmondana. Figyelemfelkeltőt, olvassuk! Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Nem gondoltam, hogy én szólalok először, gondoltam, hogy Szakács Árpád, a könyvkiadó, aki kiadja a könyveinket. Engedjék meg, hogy több évtizedes barátomat én külön köszöntsem, mert mindig szoktam. Itt ül a legnagyobb élő magyar történész, Popé Gyula professzor. Ezt már leírtam, elmondtam. A könyvei, hogyha van pénzük könyvvásárlásra, akkor lehetek szívesek megvenni. És ha esetleg marad még egy kis pénzük, itt van ez a Szakács Árpád adja minden könyvemnek a címét, mert egyszerűen zseniális könyvcímeket ad, Mr. Trianon, és az alcíme Scotus Viator, a magyarok legnagyobb ellensége. Hát 350 valahány oldal, jó vastagra sikerült,
három kötetes sorozat lesz ez, ugyanis ez a Scotus Viator eredeti nevén Richard William Seton Watson, ez egy skót ember volt, aki a rokonságát skóciai Szent Erzsébet, ha jól emlékszem, nem akarok szamárságot mondani, vezeti vissza. Nagy... Tessék? Margit, Szent Margit, bocsánat, kérek. Elnézést kérek, annyi magyar szent van, hogy az ember összekeveri, ha nem szent. No, tehát ez a jó ember 30-valahány éves korában eljött a magyar királyságba, és megismerkedett szlovák politikusokkal. De nem a magyar barát, hanem a magyar ellenes szlovák politikusokkal. Ennek a története van ebben a kötetben alapvetően. Aztán megismerkedett horvát politikusokkal, nem a magyar barát, hanem a magyar ellenes horvát politikusokkal. És ugyanez történt Nagyszebenben, Hermannstadt, ugyan a szász neve, ahol a román politikusokkal ismerkedett meg. És hát beléjük szeretett. És a tevékenységét három kötetben olyan több mint 1000 oldal lesz ez, összesen 1100-1200 oldal. Tessék elképzelni, hogy olyan szerepe lett ennek a Scotus Seton Watson úrnak, hogy a világháború előtt kitalálta azt, hogy a monarchiát át kell alakítani trializmussá, a szlávok is kapjanak egy külön részt. De ugyanakkor pedig fölvette a kapcsolatot a Ferenc Ferdinánd trónörökös körül csoportosuló román, cseh, szlovák, délszláv emberekkel, és hát elfogadta azt a nézetet, hogy maradjon meg a monarchia, ez 914-ig volt ez a véleménye, maradjon meg a monarchia, de azon belül a magyar királyságot föl kell darabolni. Hát ugye ez önmagában véve életveszélyes, szóval ezeket a történeteket írom én le, és hát mit tetszene gondolni, hogy a magyar politikusok közül kivel lépett már-már testvéri baráti kapcsolatba a levelezését 977-ben egy akkor kiváló történész bizonyos Jeszenszky Géza kiadta, semmi más nincs a magyar történetben, csak ez a publikáció, Jászi Oszkár. Tehát nagyon érdekes, hogy a keresztény magyar nemzetállamot megtámadó szabadkőműves társasággal veszi fel a kapcsolatokat, nem Tisza István gróffal, Aponyi gróffal, vagy akár az ellenzékbe Betlen István gróffal és másokkal. Úgyhogy egy nagyon furcsa szellemi szövetség alakul ki, és ami nagyon fontos, 914 után megváltozik Seton Watson monarchiát egybetartó álláspontja, és azt mondja, hogy létre kell hozni vagy Zágráb, vagy Beográd vezetésével egy nagy szláv államot, ami majd Nagy-Britannia barátja. Létre kell hozni Nagy-Romániát, azokat mondja 914-15 és így tovább, amik majd bekövetkeznek. Én mindenféle nyelveken olvastam róla a szakirodalmat, és mindenféle nyelven azt mondják, hogy Trianon egyik fő kovácsa, ez a Richard William Seton Watson álnevén publikálja az első könyve, egy Scotus Viator. Ezért adta a Szakács Árpád könyvkiadó úr azt a címet, a főcímet a könyvnek, hogy Mr. Trianon. Úgyhogy ajánlom tisztelettel a figyelmükbe, biztos adnak rá valami kedvezményt. Annál is inkább, mert köszönöm szépen a könyvismertetésnek rögtön itt az első nagyon szép prezentálását, és bizony a Kárpátia stúdió, hogy létrejött, ez több mint ajándék, nagyon tisztelettel kérem akkor Szakács Árpád urat, hogy erről a témakörről még egy kicsit, és egyáltalán a műhely munkáról bennünket tájékoztasson mindenképpen tisztelettel és szeretettel. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Csak röviden, nagyjából egy percben megpróbálom összefoglalni a Kárpátia stúdió lényegét. Ugye az elhallgatott kárpát-medencei történelem felkutatására, megismertetésére jött létre a kiadó nagyjából 13 évvel ezelőtt, és a mai időszakra több olyan jelentős munkát is kiadtunk, amely a mai életünk megértése tekintetében kiemelt jelentőséggel bír.
Az egyik, amit ki lehetne emelni, Csudi Mikovics a Korrupció pestise című könyvét, ami a covidista diktatúra idején egy nagyon komoly, szemfelnyitogató könyv volt arra vonatkozóan, hogy ezek az oltási propaganda kampányok között mi van, milyen korrupciós szándékok, és mindmáig aktuális, és nagyon sok olyan eset van benne bemutatva, amelyek a jövőre is intő példát jelentenek arra, hogy nem szabad engednünk ebben a kérdésben. A másik, amit ki tudnék emelni, Matthias Desmet, a totalitarizmus pszichológiája. Tehát a történelem mellett a pszichológia és a filozófia is megjelent, ez még a filozófia pszichológiai rész. Azt foglalja össze, hogy milyen kommunikációs és pszichológiai eszközökkel befolyásol minket a mai hatalmi és média gépezet. Hogy lehet azt, hogy a társadalom nagy része bedől olyan dolgoknak, amelyek a józan ésszel szembe mennek, és itt mondjuk a covidizmus az egy tipikus példája erre az esetre. A kiadó küldetését is, jelmondatát, hogyha meg lehetne határozni, akkor az egyik Gárdonyi könyvből vett idézetet hoznám ide. Annyit érsz, amennyit tudsz. Ez a tudás alapú társadalom vagy világkép, ez lassan kezd kiveszni. Ha megnézzük a fősodratú politikai elitet, azok már mindenféle roma bűnözőkkel és mindenféle alja társasággal pózolnak mindenhol, és az ő világukban az új elmondat, amit az egyik politikusok meg is fogalmazott ugye Lázár János személyében, ez a mindenki annyit ér, amennyie van, ha jól emlékszem, így hangzott pontosan. Tehát, hogy ezzel szemben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tudás, a gondolat az kiemelt jelentőségű, és személyesen az én egyik jelmondatom, ami vagy egyik példaképemtől származik Moskó Mihálytól, aminek az a lényege, hogy az energiamegmaradás törvényei azok a szellemi térben is érvényesülnek, és soha semmilyen energia nem vész el, amit a szellemi térbe beleteszünk. Igazából ez ad nekem is, kollégáimnak is, szerzőinknek is sok-sok energiát arra, hogy tovább vigyük ezt a munkát, amit végzünk. Köszönöm. Természetesen lesznek még visszatérő válaszok. Egyrészt, mert én is kérdezek a jelenlevő kedves barátaimtól, kollégáktól. De mindenképpen szeretnék katonai oldalra is rátérni, hisz annyi oldalról és annyi minőséggel kell a Nemzetvédelmi Közszolgálati Egyetem munkatársainak, professzorainak, tanárainak, a hallgatóikat is tanítani, amelyet most itt monopól helyzetben vagyunk, hogy itt van velünk Vokics Ferenc alezredes úr, és érdekes témaköröket is szó szerint felvállalt, például a háború matematikája, vagy egyáltalán Washington hogyan diktál az országoknak, a világnak, Európának. Ez mind olyan témakör, amely a két kedves kollega munkatársaim munkáival, gondolataival, és nem jóslataival, hanem reális tények alapján az odafigyelést, az igazságot megkereső szó szerint munkásságával erősít meg. Parancsolj! Köszönöm szépen. Hát először egy gyors tisztázás, már nem vagyok alezredes, és nem dolgozom Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mert március 20-ától fogva már nem. Ugye a fiatalítási program következtében én is túl öreg vagyok, már 50 éves elmúltam, úgyhogy a hazaszolgálatának másik területét kell keresni most is. A Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítvány, amit létrehoztunk, az pedig azt célozza meg, hogy a magyar társadalmi megbékélést és a nemzetnek a továbbélésének a lehetőségére biztosítson egyfajta agytrösztöt, azokat az embereket próbáljuk benne összegyűjteni, akik ennek a nemzeti túlélésnek a feladatában szeretnének szívesen, közösen együtt dolgozni. Itt szeretném kiemelni, hogy szerintem az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy a magyar társadalom különböző csoportjai hajlandóak egymást meghallgatni. Tehát én is azért vagyok itt szívesen, mert minden olyan magyar közösséget, akár civil vagy politikai közösségről is van szó, aki a magyar függetlenséget, a magyar kultúrát, a nyelvet és ennek a nemzetnek a több ezer éves, több száz éves műveltségét fontosnak tartja, és ennek az országnak még további évszázadokat, évezredeket kíván, az egy nagyon fontos szövetség, és ezért is megbecsülendő akár a Mi Hazánk mozgalom, vagy a
akár a másik oldalon még a Karácsony Gábor kör is, akik nagyon komolyan úgy gondolják, hogy a nemzeti kultúrának és a művelődésnek tovább kell lépnie, pedig állítólag ők baloldaliak. És nagyon fontos, hogy ezeket hogy belássuk azt, hogy nem építhetünk Magyarországot úgy, hogy közben anti-Magyarországokat építünk, ahol folyamatosan csak egymás különbségeit vizslatjuk, hanem nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mik azok, amelyek igazából összekötnek bennünket. A másik fontos dolog, hogy annak idején én miért szálltam be egy kicsit ebbe a háborús elemzésbe, az volt, hogy azt láttam, hogy abban biztos voltam benne, hogy mindenki oda fog menni, és el fogja mondani a nagy geostratégiát, hogy mit gondol Kína, az Egyesült Államok, Oroszország, Németország, az Európai Unió, de hogy mit gondolnak az egyszerű emberek, azt valószínűleg nagyon kevesen fogják. Hogy mit gondolnak a falvakban, mit gondolnak a gyártelepeken, és mit gondolnak a fronton szolgálatot teljesítő emberek erről az egész háborúról, arról fognak majd a legkevesebbet beszélni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes lesz mégiscsak megszólalni, és amellett, hogy szakmai érveket is felhoz az ember avval kapcsolatosan, ami ott zajlik, mert el kell mondanom, nagyon kevés szakmai érvet szoktak felhozni. Emellett van egy nagyon még fontosabb dolog, hogy az emberek, akik egyszerűen csak élni szerettek volna, és normális ember életet szerettek volna élni, azoknak mi a véleménye arról, hogy ennek az életnek vége? Ugye egyszerű székely emberek mondják, hogy voltam már jobban, de az se tetszett. Tehát a mi életünk az 2019 előtt volt már ennél sokkal jobb, de nekünk az se tetszett, de nem gondoltuk volna, hogy ilyen nehéz időszakok jönnek el ezt követően. És én azt gondoltam, hogy az az egyik legfontosabb dolog, hogy az egyszerű embereknek a gondolatait valamilyen úton, módon közvetíteni tudjuk, és fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy amúgy a szomszédos népek is az egyszerű emberek nem egymás kiirtásán fáradoznak. A régi magyar szabály is úgy szűnt, hogy cseregyereket küldtek a szomszéd faluba, ahol svábul vagy szerbül beszéltek, hogy megtanulják egymás nyelvét, és tudjanak közös együttműködő platformokat kialakítani, hogy ez a normális állapot, és akik olyan állapotba terelnek bennünket, amiben megpróbálnak rávenni bennünket, hogy megöljünk egy másik embert, az nagy valószínűséggel nem túl sok köze van az isteni szándékokhoz, és akkor erről próbáltunk egy kicsit beszélni, és erre felhívni a figyelmet. Tisztelettel köszönöm. Azt hiszem, hogy ebben az elviségben mindenki partner, vagy legalábbis partner kell, hogy legyen. Nem egymás gyűlölete, és egymás valamilyen módon a másik fölé helyezése a fő feladat, hanem az, hogy közösen akarjunk gondolkodni, ez a föld a miénk. Én szeretném Szakács Árpádnak visszaadni a mikrofont. Elsősorban azért, mert ő maga, erdélyi születésű újságíróként, induló újságíróként kötelesen érezte azt, hogy körbejárja a vidéket, ott nőtt fel, élt, román-magyar környezetben, és nem a gyűlölködés az első feladat, de tanulnia kellett neki is, hogy elfogadott íróvá, újságíróvá, publicistává hogyan feljön felelősséggel. Erről a felelősségről szeretném önt most kérdezni. Köszönöm szépen. A szomszédos népekkel kapcsolatban, amit Vukincs Ferenc is elmondott, én meg tudom erősíteni. Nagyon sok szempontból én egy olyan vidékről származom, ahol hagyománya van a nemzeti villongásoknak. És sajnos az én szülőfalum Köröstárkány is megszenvedte ennek az árát 1919. április 19-én, amikor a falu egy részét szó szerint kiirtották. Ugyanakkor, ha vizsgálom ezeknek a konfliktusoknak a hátterét, akkor egyértelmű, hogy itt olyan jellegű fellángolások voltak, amelyeket valahonnan importáltak. Tehát mind a román, mind egyéb, mind a szerb és mindenféle egyéb nacionalizmusta villongások mögött, amelyek nem egyszer tömeggyilkosságokba torkoltak bele, amögött nagyon komoly felbújtó szándékok álltak, és ezek mögött nem egy esetben külföldi szolgálatok, külföldi érdekeket lehet sejteni. Nagyon jó példa erre a Mr. Trianon, Rafai Ernőnek az új könyve, amelyek új megvilágításba helyeztek, tehát tényleg új irányú kutatásokról van szó, amit mások valahogy nem végeztek el eddig semmilyen kutatóintézet, pedig sok-sok milliárdból gazdálkodnak évente. Ugye ez a
Mi agyunkba bele van ültetve ez a francia fóbia, hogy a franciák felelősek mindenért. Na most itt egy kicsit árnyalódik ez a kép, nem akarom a franciák felelősségét ebbe a kérdésbe enyhíteni természetesen, de rájövünk arra, hogy az angol érdekek, az angol nagypolitika és az angol nagypolitika mögött álló egyéb érdekek milyen hatással voltak arra a világra, ami végül belesodorta az egész világot az első világháborúba. Majd utána belesodorta a második világháborúba. Tehát azért fontos, hogy a magunk világában, magunk szintjén minél több ismerettel rendelkezzünk, hogy átlássuk azokon a szándékokon, azokon a manipulálható dolgokon, amelyekkel olyan irányba tudnak bennünket befolyásolni, amit nem szeretnénk semmilyen irányba és semmilyen formába. Én visszatérve a Párciumra, Fekete-Körös felsővölgyére, én rendszeresen járok mindmáig haza, ugye édesanyám ott él, tehát hogy belelátok ilyen értelemben ma is abba a világba, és meg tudom önöknek erősíteni, hogy nem a senkinek, aki itt van, aki ott van, nem az a legnagyobb ellenség, az a szomszédban élő román, vagy a szomszéd városban élő román. Vannak kivételek, meg kisebb rész, de a jelentős többség, az nem azt szeretné, nem a gyűlölködést, nem az egymás gyilkolását, nem azokat a konfliktusokat, amelyek ma is mérgezik az életünket, és Ukrajnával kapcsolatban ugyanez a helyzet. Tehát egy olyan mesterségesen felgerjesztett gyűlölethullám irány indult el mindenki felé, amelyeknek egy céljuk van, hogy minél nagyobb káoszt és minél nagyobb pusztulással járó kataklizmát tudjanak okozni, hogy aztán ezen is nyerészkedjenek. Nincs most időnk, terünk erre, hogy rávilágítsak például arra, mert a mai világ hasonlóságaival, ugye a történelemnek mindig van egy furcsa humorérzéke, hogy ismétli önmagát, néha szinte ugyanúgy. A második világháború előzményei kapcsán a Wall Street-i világ, mondhatnám azt is, hogy zsidó bankár világnak milyen komoly felelőssége volt abban, hogy hogyan finanszírozták azokat a szélsőséges nacionalista eszméket, amelyek szélsőségessé váltak valóban, és ezeknek a nagyon-nagyon sok árnyalata megjelenik mindmáig a mai életünkben, a mai világunkban. Tehát ne üljenek föl semminek, ne higgyenek a hazug médiának, főleg a fősodratú magyar médiának, mert szinte minden szavuk hazugság. Szerencsére, hál' Istennek, ma már megvannak azok az alternatív kisközösségek, kiscsoportok, amelyek média vonalon is tájékoztatnak arról a világról, amely hitelesen tudja bemutatni a mai életünket, a mai világunkat, és az egyik, amit ki szeretnék emelni, Vukics úr ennek az egyik kitűnő szerzője, a Szilajcsikó portál, tehát nagyon javaslom, hogy nézzék, olvassák, nagyon sok olyan háttérinformációt látnak itt is, amelyek nagyon fontos alapot szolgáltatnak a tisztánlátáshoz. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Tiszta gondolat, tiszta beszéd, egyértelmű. Az összefogásra felhívó, nagyon szép gondolatsor, és kinek-kinek a maga területén ez a tettek. Szakács Árpád ezt írói vénájával, emberi tisztességével erősíti meg. Szeretném elmondani idézetül most még, illetőleg emlékeztetőül, 1990-ben jelent meg Raffay Ernő tollából a Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal. Valószínűleg sokan ismerik ezt a könyvet, hát most innen jó, hogy mutogatom. 1990-ben jelent meg, nagy port kavart fel, az kétségtelen, igazságra törekedett akkor is, mint most is. 2023-ban sem változott ez a vélemény, mélyebbre kutatott, még inkább az összefogásra és nem az ellenségeskedésre hívja fel a figyelmet, de mindenképpen tisztességesen tudni kell olyan, és itt nem titkokról beszélünk, inkább tudatosan eltakart dokumentációkat, amelynek hiányában nehéz ítélni, nehéz dönteni, nehéz egyáltalán élni. Igen. Tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim, engem gyerekkorom óta, mióta a nagyapám, Vitéz Raffay Kálmán, ahogy az akadémián mondják, horti fasiszta százados, elmondta, hogy mi történt a mi hazánkkal, szétdarabolták, stb. És azóta is így van.
Ez az 50-es évek második felébe volt. Engem azóta nem érdekel más, annyira megfogott, amit a nagyapám mondott, hogy azt vizsgálom minden könyvemben, minden írásomban, minden előadásomban, hogy hogyan sikerült azt a szép kerek országot szétdarabolni. Érdekes, hogy azt olvastam a múltkor egy portálon, hogy a szabad könyvességgel nem lehet foglalkozni, mert annak semmi értelme, és aki ezt csinálja, az nem történész, hanem egy hülye. Bocsánat a kifejezésért, ez kicsit durvábban írták le. Az a helyzet, hogy az emberi tevékenységnek nincs olyan része, amivel a történetírásnak ne lehetne forrás alapon, levéltári forrás, stb. Ennek a szakmának megvannak a sajátos, ne lehetne foglalkozni. Úgyhogy az a helyzet, hogy amikor ez a Bulvár című könyv, nem én adtam, a Trianon titkai, avagy hogyan bántak el a ország, egy történész ilyen címet nem ad, ugye, tehát nem Szakács Árpád adta ezt a címet, hanem egy másik úr régen, ez megjelent, akkor pillanatokon belül 5 kiadás elfogyott. Ez meglepő volt, és nagyon jó volt ezt nem a nevem miatt, ami ott rajta van, hanem hogy az embereket Magyarországon érdekli Trianon, hogy mi történt velünk. És ez a történés számára ösztönző, ösztökélő erő. Úgyhogy az a helyzet, hogy én, és amelyik ha szabad valamit, hogy most már azt látom, néha bemegyek könyvesboltba, de nem veszek könyvet, csak írok, ahogy a vicc mondja, és azt látom, hogy a legkiválóbb, hát idézőjelben kiválóbb, baloldali, tehát liberális és szocialista fölfogású történész kollégák is könyveket írnak Trianonról. Hát ezt nem kívánom senkinek, úgyhogy én javaslom a mi könyveinket elolvasni, de a történész az olyan, mint a sertés, tehát mindenevő, tehát mindent el kell olvasni. Egyébként én magam sose szoktam visszaszólni a baloldaliaknak, mert meg kell mondanom önöknek minden célzás, meg minden nélkül egyenesen, hogy általában lelkileg, történelmileg, lelkileg sérült emberekről van szó, ha értik, mire gondolok. Tehát az a helyzet, hogy de mindez nem számít. Jó magam azon dolgozok e kötetem óta. Egyébként a internet azt írja, hogy én írtam az első könyvet, én a másodikat írtam. Az elsőt egy Ormos Mária nevű, hát hogy mondjam csak, történész akadémikus, mert ők mind akadémikusok. Csak megkérdezem pártunkat és kormányunkat, tudománypolitika van ilyen egy országban, hogy a Popé Gyula professzor, magamat meg sem merem említeni, mi miért nem vagyunk akadémikusok? Az a nettó 500-600 ezer forint nekünk is jó jönne. A Berenti Iván akadémikus Amerikába él, már nem tudom én, 30 éve, és minden hónapban pittyen a telefonja, bankszámlája, és jön a pénz. Miközben olyan gyalázó, magyar gyalázó cikkeket ír, hogy hát mit mondjak, hát szörnyű. No, bocsánatot kérek, nem panasznap volt ez, csak úgy érzem, hogy most Magyarországon nagyon komoly tudománypolitikai fordulatra volna szükség, hogyha a kormány magát nemzetinek és kereszténynek mondja. Köszönöm szépen. Gondolkodjunk el, melyek az elvek, a ideológia és mi a gyakorlat. Világéletemben úgy tanultam otthon is, és Rónai András professzor tanáromtól, hogy térképpel a kézbe tanulj. A térkép annyit jelent, szintetizáló tudomány a földrajz, ott minden rajta van. Az emberi sorsok épp úgy, népeké és az egyes emberé is. Magyarország gazdaságilag a Kárpát-medencében összefüggő egység. Bármilyen határ húztak, bárhol kérem, a természet erejét nem lehet megerőszakolni. Az itt élő népek élni, dolgozni akarnak. Tenni kell végre valamit. Ha hagyományos értelemben, ami irritáló tettet jelentene, biztos, hogy nem nyúl senki épp ember hozzá. De minden úgymond akkor, 1920 után alakult.
új állam vezetőinek, amelyek menet közben alakultak, a mai vezetőinek szent kötelességének kell lenni tisztességes párbeszéd, tisztességes dokumentumok alapján, és nem pedig egymást leharcolni, és főleg olyan stílusban, ami nem a nemzeti egységet jelenti, nem a nép az ember szeretetét és tiszteletét jelenti, hanem csak az egymás fölött hatalmi pozíciókból átnyúló bizonyos magatartási mintát. Igen, törődni kell ezzel a témakörrel, és én már is adom át Vokics úrnak a gondolatot, folytassa tovább. Lehet, hogy nem leszek ezzel majd népszerű, amit most mondani fogok, de én úgy gondolom, hogy tudunk annyira nyíltan beszélni ezzel a közösséggel is, hogy ezeket a gondolatokat meg tudjam osztani, amelyek most ezután következnek. Trianon 100 volt nem régiben, de pont a vírusjárvány következtében nem tudtunk odáig eljutni, hogy egy 100 éves évfordulónál egy komoly feldolgozó munkát el tudjunk végezni, és a jövő számára fontos megállapításokat tudjunk tenni azzal kapcsolatban, hogy mit is jelentett nekünk Trianon, és hogyan kell ezután tovább lépni. Az egyik fontos tapasztalat és történeti tapasztalat az azt látjuk, hogy az utód országok, a trianoni utódországok egy jelentős része már megérte a saját maga trianonját. Úgy tűnik, hogy Ukrajna például most éli meg a saját magáit. Vagyis, hogy bekövetkezik egy olyan történelmi eseménysor, ami jól mutatja, hogy annak idején, akik úgy gondolták, hogy elrendezik a világ dolgait, nem nagyon sikerült a dolgokat jól elrendezni. De a fontos dolog sajnos az, hogy mi 100 évvel, több mint 100 évvel Trianon után, most már 103. lesz, nem nagyon sikerült rendeznünk magunkban azt, hogy valójában ez nekünk mit is jelent. És akkor most, amivel nem leszek népszerű, miniszterelnök úrnak volt egy kijelentése nemrégiben, az következőképpen szólt, hogy előbb erőnk legyen, és aztán igazunk. És ezt kell igazából nagyon megérteni, hogy nagyon sok idős kollégám van, meg barátom, akik elképesztő mértékű munkát végeztek el azzal kapcsolatban, hogy a magyar igazságokat, a igazságot Magyarországnak gondolatkör mellé oda tudjanak állni, és valamifajta támpontokat keressenek, amelyik igazolhatják, hogy a magyarsággal hogyan bántak el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nincs olyan, hogy szabály. A történelemben nem léteznek ilyenek, és nincsenek úgynevezett nemzetközi törvények és jogkörök sem. Azt kell megérteni mindenkinek, hogy az erős mindig keresztül viszi az akaratát a gyengén. És itt egy nagy kérdés, szerintem Trianon után több mint 100 esztendővel a magyar társadalomnak el kell tudni dönteni, hogy ő most melyik oldalon lesz, a gyengék, vagy pedig az erősek oldalán. Az erősek oldalán csak egy módon lehet, akkor, hogyha a magyar társadalom képes mindenféle külső és belső válságot túlélni, vagyis képes olyan belső kohéziót létrehozni, amelyiket azonnal lehet mozgósítani, ahol több mint 10 milliós magyarságunkat lehet azonnal mozgósítani egy adott feladat vagy probléma megoldására. És ez a legnagyobb kérdés. Vannak olyan jövőkutatók, akik azt mondják, az elkövetkező 10-30 évben a technológiaváltás, a kultúraváltás, a nyelvváltás következtében az országok egy jelentős része valószínűleg meg fog szűnni, és azok az országok fognak megszűnni, akik nem tudják a belső integritásukat megőrizni. A belső integritásnak a megőrzéséhez pedig nagyon fontos elemekre van szükség. Ilyen fontos dolog az, hogy a magyar kultúrát és a magyar műveltséget mindenkinek ismernie kellene, és hogyha ez megvan, akkor ez az első alap, amin keresztül tudunk párbeszédet folytatni egymással. Én arra biztatnék mindenkit, hogy ha teheti, ebben minél inkább mélyüljön el, és ragadjuk meg a lehetőséget azzal, avval kapcsolatban, hogy más gondoló honfitársainkkal is beszédbe tudjunk elegyedni, és párbeszédet tudjunk kezdeményezni. Hát ilyenkor szokták mondani, hogy Vukics mit mond itt a magyarságról. Karácsony Sándorral szinte mindenben egyetértek, a két világháború közötti legnagyobb magyar gondolkodó volt. Egyetlen egy dologban nem, akiben azt mondja, hogy mindenkinek át kell a nevét változtatnia valamilyen magyar névre.
Hát a Vukicsok annak idején elég sok mindent megtettek annak érdekében, hogy a végvári rendszernél harcoljanak. Az első honvédek a zalai honvéd zászlóiban, akik aláírtak, szintén Vukicsok voltak. És szerintem nagyapáim is mindent megtettek annak érdekében, hogy bizonyítsák hűségüket ennek az országnak. Nem kell úgy gondolnom, hogy ezt a nevet át kéne változtatni, de ott Dél-Zalában, ahol én fölnőttem, ott egyértelmű a dolog. A Zrínyi féle mondás áll, horvát vagyok, tehát magyar. És hogy miért olyan fontos, hogy én Vukicsként mondom ezt, valami miatt az elődeim annak idején úgy döntöttek, hogy emögé a nép mellé állnak, ennek a népnek a szenvedés történetében akarnak részt venni, és ehhez a közösséghez akarnak tartozni. Ez azt jelenti, ez egy óriási erő, hogy a magyar kultúra és a magyar műveltség tudott olyan erős lenni, hogy valakik ezt a nemzetet választották. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Karácsony Sándor azt mondja, nem azok a magyarok, akinek a szüleik és a nagyszüleik magyarok voltak, hanem akinek az unokáik magyarok lesznek. Hogy mi itt mit erőlködünk és milyen feladatot teljesítünk, az majd csak két nemzedék múlva derül ki, mert hogyha a fiaink és az unokáink a magyar utat fogják követni, akkor mi is magyarok voltunk, ha pedig nem, akkor elbuktunk ezen az úton. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, emlékezzenek a nagyszüleikre, mert ennek köszönhetően, hogy ők a munkát elvégezték, maguk is magyar emberek lehetnek. Igazság. Igazságot Magyarországnak, igazságot mindannyiunknak. Nincs a Földön, kérem szépen, még egy ilyen nemzet, egy ilyen haza, mint amilyenk, hogy 8 ponton önmagával határos. Maga már ez a tény hívó szó arra, hogy együtt gondolkodjunk, együtt próbáljunk tovább lépni. Köszönöm szépen önnek szenvedéllyel is előadott igazságértékeit. Kérem szépen, nagyon kevés időnk van, úgyhogy bocsássanak meg, ha nem tudunk mindent kifejteni. De mindenkit várunk tisztelettel a Fekete Gyula Szabad Egyetemre. Poppé Gyula professzor úr nagyon-nagyon várja önöket, hisz minden egyes gondolata mellett könyvek, tények, dokumentációk vannak, ugyanúgy, mint a jelenlevő kedves barátaink és kollégáinknál. Ernő jelezte, hogy még egy mondatot szeretne mondani. Csak a Vukics úrhoz mondani valójához, egy kis történet. 2-3 éve Fiumétől délre jártunk, Szenny a horvát neve, Zeng a régi olasz, tehát magyarban használt neve, annak a horvát kisvárosnak, ahol bementünk a feleségemmel az óváros elején, egy ilyen hosszabb utcába, jobbra fagyizó, balra 20 méterre mellszobor. Megvettük a fagyit, irány a mellszobor. Nikola Jurisics Miklós, 1480. Hát ilyen horvát-magyar, sok év, ez fél ezer év, ha nem több, sőt több. Tehát a horvát, tehát a Vukics meg a Raffai így kerülnek egy platformra. Köszönöm. Folytatódik ennek a témának, kérem szépen, a tovább részletezése. Minden kiejtett szónak súlyos értéke van, és lesz. Csak nagyon röviden a Vukics Ferenchez szeretnék csatlakozni, illetve egy kicsit tovább gondolni a jelenünket, egy kicsit visszapillantva a múltba, de tényleg csak nagyon röviden. Ugye kulcskérdés volt itt a miniszterelnöki mondat, az a csak erőnk legyen. És ennek milyen fontos jelentősége van. Én néhány hónappal ezelőtt Kassai Lajosnál voltam, Lovasi Ilyásznál, és kijöttünk, hogy a gyönyörű völgy van ott, ha valaki volt arra felé, azt tudja és emlékezhet rá, és kijöttünk a völgy szélére, és körbemutatott, és azt mondta, hogy látod Árpád, itt minden, ami körbevesz, ez a sok-sok ezer hektár, itt minden osztrák kézben van. Na most ha rákeresnek ezen kívül, mert ugye ez a magyar nemzeti keresztény konzervatív médiában nincs benne, hogy folyamatosan folyik a magyarok területvesztése, a románok szinte minden nap hektárról hektárra, házról házra vásárolják fel a Magyarország területén lévő részeket. Most bent vannak szinte már Berettyóújfaluig, de még beljebb jöttek már, tehát nagyváradi agglomeráció az szinte itt van már, magyar területen van, nagyon sok olyan hely van, ahol már kezdenek többségűvé válni, vagy anyagilag, gazdaság és egyéb értelemben kezdenek hangsúlyossá válni a térségben. A
belenéznek, rákeresnek, mert utána lehet járni ennek is, a szlovák határ mellett falvak tucatjai válnak szlovák többségűvé, mert vannak már ilyen jellegű hírek, csak ugye rá kell keresni, utána kell járni. Pozsony környéke, nagyon sok magyar város, magyar települést már úgy hívnak, hogy kis Bratislava, mert folyamatosan jönnek ki a szlovák emberek, és folyamatosan vásárolnak fel mindent, és folyamatosan szorítják ki a magyarokat Magyarország területéről. Ennek hamarosan lesz jelentősége ugye önkormányzati választások és egyéb vonalon is, de Ausztria vonalon ugyanez a helyzet. És még tudnám sorolni a hasonló ügyeket, hogy csak erőnk legyen. Hát 14 év óta kérdezem én, hol van az erőnk? Hát nem porlunk, mint a szikla, hanem esünk szét, mint egy jéghegy. Folyamatosan szorulunk ki mindenből. A másik fontos kérdés pedig, mi kell egy országnak abban a tekintetben, hogy jövője legyen, hogy a gyerekeinknek jövője legyen, ugye identitás és kultúra. Hát az elmúlt 14 évben a legvadabb liberális világot meghazudtoló rombolás ment végbe a magyar kultúrában, a magyar kormány támogatásával, finanszírozásával. Mi kell még, ami fontos, ugye az egészségügy. Hát az egészségügy romokban hever. Soha nem volt ilyen rossz állapotban ez a terület, mint most. Láthatjuk, hogy minden egyes egészségügyi kérdésben európai elsők vagyunk. A rákos megbetegedések, a különböző betegségek. Nem akarok most erre kitérni, mert tényleg nincs rá időnk, de említhetném még a demográfiát is. Hölgyeim és uraim, demográfiai összeroppanás pillanatában vagyunk. Szinte már nincs kiút ebből az egészből. Hát hogy lehet az, hogy ha csak ezt a három területet nézem, mint egy fának a három legfontosabb ágát, ami arra azért fontos, hogy jövője legyen ennek a nemzetnek, mintha valaki kivágta volna szándékosan és tudatosan. Hát ennek a háttere is, ha visszamegyünk egy kicsit a történelmi múltba, és tényleg egy percet foglalkozom most vele, nagyon sok írásban részletesebben is kifejtettem ezeknek a hátterét. A Trianont nem a franciák okozták, nem a zsidók, nem a kommunisták, nem Kumbéla, hanem az a magyar uralkodó elit, az a magyar nemesi réteg, aki a dualizmus idején cserben hagyta a magyarságot, és a saját gazdasági érdekei mentén szövetkezett azokkal a romboló erőkkel, akik azt a mérget bocsátották ránk, ami végül őket is elpusztította. Hát van egy pár példa Rafai Ernő új könyvében is a dualizmussal kapcsolatban, hogy a korabeli magyar nemzeti keresztény konzervatív ősrégi kutyabőrös nemesi réteg az Rothschild bankházak, Rothschild gyárak és különböző egyéb érdekeltségek mellett folytatott olyan tevékenységet, vagy adta a nevét olyan tevékenységek leplezéséhez, amely a magyar gazdaság meggyengítését szolgálta, és azt, hogy Magyarország azon keresztül gazdaságilag is meggyengült, társadalmi összeroppanás szélére is jusson. Hiszen a boldog békeidők, ez van mindmáig a magyar történelemkönyvekben, a magyar történészek ezt használják, nem volt ebben semmi boldog békeidő, egy olyan térvesztesége, egy olyan összeomlása volt az őslakos társadalomnak, ami példátlan volt évszázadokra visszamenőleg. Tehát nézzük meg ezeknek a háttér oldalait, ezeknek a háttér részeit, hogy igen, akkor is a korabeli magyar politikai elit, magyar politikai elit árulta el ezt a legjobban ezt az országot, ahogy teszi ezt, és ez a saját véleményem természetesen, ahogy tette ezt az elmúlt 14 évben is. Köszönöm. Tiszta beszéd. A feladatok további tisztaságára is, szívből remélem, hogy az eszközök tisztasága is hasonló gyakorlattal fog megjelenni, mint az itt elmondott gondolatsor. És miután tényleg nagyon múlik az idő, nem szeretnénk úgy elköszönni önöktől, hogy egy-egy olyan hívó gondolatot, invitálást megtegyenek tenni kedves barátaink, kollégáink, és köszönöm szépen a Mi Hazánk
párt vezetőinek ezt a gesztust, hogy létrehozta a Fekete István Szabad Egyetemet, és ismételten köszönöm Poppé Gyula professzor úrnak, hogy ezt kézben tartja, kezében tartja az előadások pontoságát, személyiségei tartalmát folyamatosan tudja számunkra előreírni, mi meg boldogan ebben részt veszünk. Én most kérem akkor itt sorba Rafay Ernő történész urat, hogy néhány gondolatot hangsúlyozom, hívjuk Önöket a Szabad Egyetemünk programjaira, kísérjék figyelemmel a kiadványokat, de erről még egyszer majd Szakács Árpád is beszélni fog. Kapcsolódva Szakács Árpád által elmondottakhoz, magam is úgy látom, és erről körülbelül 10 éve beszélgetünk, csak idő, kevés ideje van az embernek, hogy a dualizmus történetét 1867-1920, ez újra kellene írni. Én ezt ilyen fejezetekben megkezdtem, ebben a Mr. Trianon című Seton Watson könyvemben van egy fejezet, 18 oldal, magyar centralisták a Rothschildok szolgálatában. Hát baloldalon nyilván nem fog tetszeni, de nem is azért írja az ember. De csak egy részlet. Az én végső mondatom az, hogy én sosem mondtam le arról, hogy Magyarország államhatárai Magyarország javára, a magyarság javára megváltoztathatóak. Az én életem erről szól, és ez a lényeg szerintem. Nagyon röviden. Európa haldoklik, és a közép-kelet-európai térség minden népe. Ezt szó szerint kell érteni, teljesen mindegy oroszról, ukránról, szerbről, vagy magyarról van szó, ez egy haldokló állapot, amiben jelen pillanatban most vagyunk. Az összes demográfiai mutató ezt mutatja, és az nem csak azt jelenti, hogy nem születik meg a 2,1 gyermek, hanem helyette néhány országban egy. Nálunk kicsit szerencsésebb a helyzet, körülbelül 1,5 környékén járunk most. Ebben is van egy kis különbség, ami azt jelenti, hogy valami fajta ébredezés nyomai látszódnak. Amellett, hogy nem születik elég ember, emellett az is látszik, hogy nagyon nagy mértékű a kiáramlás ezekből a térségekből, Bulgáriából, Litvániából, Lengyelországból, vagy például Romániából, sokszorosa áramlik ki, mint Magyarországból. Pedig mindenkinek van Magyarországon is egy külföldön dolgozó ismerőse már, de kevesen tudják, hogy mi vagyunk a legkevésbé mobilak. Ezt hibánkul is szokták a nyugatiak felróni, hogy nem vagyunk képesek gyorsan helyet változtatni. Mit akarok ebből kihozni? A kelet-európai népek elfogynak. Ez nemzethalál vár itt szinte lassan mindenkire, de úgy tűnik, hogy ebben mi vagyunk a legkevésbé aktívabbak, vagy ha csak azt nézzük, hogy az ukrán háború kapcsán ebben az országban leginkább az elterjedt az, hogy a béke mindeneknél fontosabb, ebben is látható, hogy úgy tűnik, hogy az itt lévő magyar embereknek az ösztönei jók. És mit kellene mondanunk, mert sok rosszat mondtunk itt az asztalnál, de valami jövőt meg egy kis reményt kellene tudni adni. Ez pedig a következő, az én meglátásomból, hogy lassú ébredezés állapotában vagyunk. Ezek a előbb felsorolt adatok is azt mutatják, illetve a hazaköltözők, akik nem akarnak gender ideológiával felnevelni saját gyermekeiket, hanem inkább hazamenekülnek Angliából, Kanadából és az Egyesült Államokból, azt jelenti, hogy az alapvető magyar ösztönök jók. És akkor ugyanazokkal a gondolatokkal fogom zárni a magamét, mint amit már lassan 2 évtizede szinte minden alkalommal, amikor megszólalok. Ez pedig így szól, hogy magyar emberek, ne felejtsétek, hogy valamikor itt előttetek magyar emberek éltek. Értetek, éltek, dolgoztak, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket, könnyüket és verejtéküket tulajdították azért, hogy néktek otthonotok, hazátok, családotok és jövőtök legyen. Magyar emberek, ne felejtsétek a rég volt magyar embereket. Magyar emberek, ne felejtsétek, hogy azok, akik az életben előttetek jártak, azok a halálban is előttetek tartanak. Amikor néktek is csengetik majd az utolsót, és átléptek azon a bizonyos kapun, reméljük a túloldalról így köszöntenek majd. Héte lélek, én megismerlek téged. Te magyar ember vagy, vártunk már nagyon. Építettünk néked itt is otthon s hazát. Jer közénk. Magyar emberek, a kutya mindenit, ne felejtsétek a rég volt magyar embereket. Ha nem felejtitek el azt, amit apáitok, nagyanyáitok,
dédapáitok megtanítottak nektek, akkor a Teremtő Isten lehet, hogy odaföntről megengedi majd nektek, hogy megnézzétek, hogy gyermekeitek milyen szép Magyarországot fognak építeni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, minden nemzetnek van egy totemisztikus jelképe. A franciák olyanok, mint egy gal kakas, az angolok olyanok, mint egy buldog, az oroszok olyanok, mint egy medve. Mi nekünk elméletileg solymoknak kéne lennünk. Most mi nem vagyunk azok, de tudjuk, hogy a természeti tény, hogy a solymok nem építenek fészket, varjak és hollók fészkébe rakják a tojásaikat. Ha mi ezek a károgó hollók és varjak vesszük a bátorságot, hogy elég stabil fészket építsünk, akkor lehet, hogy azokból a fészkekből valódi solymok repülnek ki. A legszebb dolog pedig az lenne, hogy amikor ezek a solymok kirepülnének, úgy emlékeznének ránk, mintha nem varjak és hollók, hanem valódi solymok lettünk volna. Köszönöm szépen! Kérem szépen, minden tisztességes magyar ember tudja, a Kárpát-medencét, ennek legközepét a magyar nemzet, a magyar nép foglalta el, lett benne igazából nemzet, lett benne magyar állam, amelyet nekünk őrizni kell. A tradíciót senki nem veheti el, és az az elviség, amelyet ma itt megpróbálnak belénk oktrojálni, hogy új világrend lesz, meg új világ, a tradíciót nem lehet megölni, és a tradíciót mi is őrizzük. Csak nagyon röviden, hölgyeim és uraim, én nem hiszek a nemzet halálba, sem vízióként, sem semmilyen formába, hogyha ha ez hatná át a tudatomat, akkor én nem csinálnék semmit. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ezt is túl fogjuk élni, túl fogunk lendülni ezeken a nehéz időszakokon. Volt már a történelmünkben ilyen, tehát nagyon sok minden rajtunk múlik. Én egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, és én valamikor, nem is olyan régen, a Mi az Ánk rendezvényen, amikor a covidista diktat, covidizmus a csúcsán volt, az Alkotmánybíróság előtt mondtam egy beszédet, ahol arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy minden ideológiai különbözőséget hagyjunk egyelőre figyelmen kívül, tehát azokat az ismerőseinket, szomszédainkat, barátainkat, akik politikailag máshogy is gondolkodnak nagyon sok kérdésben, azokkal is próbáljunk ügyek mentén kompromisszumot kötni. És próbáljuk nekik is elmagyarázni, hogy azok a folyamatok, amelyek szintén valakik a jövőnket egy börtönbe akarják beleterelni, egy digitális börtönbe, tehát az őket is ugyanúgy fogja sújtani. A covidizmusnak nincs vége, ebben a pillanatban is a WHO és különböző hasonló szörnyű szervezetek azon dolgoznak, hogy milyen olyan rendeleteket tudjanak létrehozni, amelyekkel a jövőbeli esetleges járványok alapján azt a tervet, azt a kényszeroltási tervet, aminek nekiálltak, azt be tudják fejezni. Ezen kívül kiemelten fontos dolog, hogy figyeljenek, hirdessék, mondják mindenkinek a készpénz használatának a fontosságát. A készpénz az emberi szabadság utolsó bástyája, hogy a készpénzünket elveszik, akkor vége van mindennek. Tehát nagyon sok olyan ügy van, amibe bárki bele tud állni, és külön kiemelném most, amit egyedüli politikai erőként a Mi Hazán képvisel, a furt, kutak és mindenféle kutak bejelentésének és engedélyeztetési kötelezettségének a megtorpedózását, tehát hagyják abba, ne vegzálják az embereket. Nagyon sok olyan példát bemutattunk már, amelyek arra vonatkoznak, Nyugat-Európa sok országában megadóztatják ezeket, és kiemelten ne nyugodjon meg senki, kiemelten hívják föl a figyelmet arra, és hogy éljen valaki a panel 9. emeletén, de az adót ő fogja megfizetni minden olyan termék és élelmiszer árán keresztül, amelyekhez víz használata szükséges. Tehát nagyon fontos, hogy próbáljuk megtalálni, próbáljunk együttműködni olyan emberekkel, akiket ideológiai vonalon nem lehet, és próbáljunk figyelni arra is, hogy ezek az ideológiák, ezek a mesterkedések valójában szándékosan irányított szakadékok a társadalmak között azért, hogy az oszd meg és uralkodj elv alapján totális hegemónia keretében tudják uralni az egész társadalmat, ami a társadalmaknak nem jó. Köszönöm. Köszönöm.
kedves barátaink, tisztelt jelenlevők, akik szó szerint megtisztelték saját jelenlétükkel a Mi Hazánk programját itt az egyetemünknek szó szerinti előadóival is a programját. Kérem, gondolkozzanak el ezen a néhány alternatíván, amit elmondtak kedves vendégeink, akik egész életükkel, munkásságukkal szolgálják ezt a hazát, ezt a nemzetet. Hívjuk őket bátor szeretettel, igaz tisztelettel, változatlanul az egyetemi programjára. Nagyon szép, tiszteletteljes majálist kívánok önöknek, szép, teljes családi életet, és ne felejtsük el ezt az intést, igaz magyar tudósoktól, igaz magyar emberektől azt, hogy aki a magyar földből bárki idegennek haszon célrája elad valamit, annak nincs helye ebben a nemzetben. Fogjunk össze, a magyar föld a miénk. Köszönöm szépen mindannyiunk nevében, hogy jelen voltak. Rafai előad. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetett István. Nagyon szépen köszönöm Fokincs Ferencnek meg nem tagadható gondolatmenetét, és természetesen Árpádnak, a kiadónak, itt most várjuk önöket a könyvkiadó pultján, dedikálásra is van lehetőség, olvasásra is, ne csak lapozzák a könyveket, hanem olvassák. A jó Isten áldjon mindenkit, Isten tisztelettel, mindennel együtt kívánok önöknek a legjobbat. Viszontlátásra!